Gyors és szakszerű ütemben zajlott Bonyhád képviselőtestületének ülése. Filóné Ferenc Ibolya polgármester röviden reagált a felszólalásokra, parázsvita egyik napirendi pont kapcsán sem alakult ki. Több beszámoló volt napirenden, köztük a Bonyhádi Városi Kórház és Rendelőintézet elmúlt éves tevékenységéről szóló beszámoló, bár nem hozzánk tartozik, már az intézmény hosszú évek óta, 2012. május 1-től állami fenntartású, mégis fontosnak tartottuk, hogy hiszen itt van a városban, itt működik, hogy tájékoztasson minket főigazgató főorvos úr, hogy mi újság van a kórház házatáján. Erről hangzott el egy beszámoló, és ezt fogadta el a tisztelt képviselőtestület, valamint a városi rendőrkapitányságnak az elmúlt éves tevékenységéről szóló beszámolót, amelyen ülésen szintén megtisztelt minket a megyei főkapitány helyettes úr, a kapitányság vezető úrral együtt. A polgármester asszony hozzátette, hogy nagyon jó az együttműködés a rendőrséggel. Ennek oka szerinte az, hogy mindkét szervezetnek egy a célja, hogy a városban élő emberek biztonságérzete minél nagyobb legyen. Ezt segíti hathatós intézkedésekkel a rendőrség, valamint a polgárőrség. Kiemelten fontosnak tartom megemlíteni ennél a napirendi pontnál a polgárőröknek a tevékenységét, hiszen a mi polgárőr egyesületünk éppen az elmúlt évben ünnepelhette volna, csak sajnos a járványhelyzet ezt nem tette lehetővé, hogy 30 éve alakították meg őket. Idén már ugye a 31. éve létező civil szervezetről beszélünk, ahol önkéntesen a saját szabadidejük terhére vállalnak szolgálatot a polgárőreink, és akik nagyon nagy mértékben segítik a rendőrkapitányság munkáját. Az a órában, nem tudom pontosan, de napban megfogalmazott 80 napnyi szolgálati idő, amit ők az elmúlt évben végeztek, annak több mint az egyharmadát a rendőrökkel közösen végezték. Szintén annak az érdekében, hogy a bonyhádi lakosságnak a biztonsága még magasabb legyen, vigyáznak ránk, és ez nagyon jó érzés. A vártnál gyorsabban fejeződött be a Táncsics Mihály utca felújítása, új útburkolaton közlekedhetnek az arra járók. Mint azt a testületi ülésen megtudtuk, május 2-a hétfő reggel 8 órától pedig megfordul az utca menetiránya az egyirányú szakaszon. Ezen túl keleti irányból lesz tilos behajtani, a Gyár utca és a tűzoltóság közötti ingatlanokat is a Rákóczi utca felől lehet majd megközelíteni. Felülvizsgáltuk az utcának a forgalmi rendjét, egy elég nagy forgalom terhelődött erre az utcára, ezért a képviselőtestület úgy döntött, hogy az egyirányú forgalmat megfordítja, azaz a Gyár utca felől lesz az utcában kirakva a behajtani tilos tábla, tehát a Gyár utca felől nem lehet az utcába behajtani, hanem a Rákóczi utca felől válik egyirányúvá a Táncsics utca, de azzal, hogy a Rákóczi utca és a tűzoltóság között változatlanul marad a kétirányú forgalom. Megmarad a 30 km/h sebességkorlátozás, valamint a megállni és várakozni tilos táblákat is a forgalom irányának megfelelően helyezik majd át. Tábla fogja figyelmeztetni a Bonyhádon közlekedőket a forgalom rendjének megváltozására, de ezúton is kérik az autósokat, hogy ne rutinból vezessenek.